Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Még körülbelül van majdnem 10 percünk, hogy mihez, mindjárt el is árulom, de még mielőtt elárulom nektek, felveszem a kamerát, és ebben a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint egy pár dolgot. Először is fogunk játszani, lesz nyereményjáték. Ezen kívül kitaláltam valamit, legalábbis gondoltam valamire. Mi lenne, ha magyar rekordot döntenénk? Hogyha nem is világrekordot, de szerintem legalább magyar rekordot, nem mással, mint, képzeld el, mi lenne, hogyha elérnénk ezzel a videóval a legtöbbet kapott dislike-ot? Mármint ezen a videón. Tehát még egyszer, el szeretném érni Magyarországon, hogyha nem is az egész világon, de legalább Magyarországon ezzel a videón, vagy ezen a videón a legtöbbet kapott dislike-ot, nem like-ot, dislike-ot, ugyan nem szeretést. Tehát, hogyha tetszik az ötlet, és részt szeretnél venni ebben a játékban velem, és rekordot szeretnél dönteni velem, ugyanis ez csak veletek lehetséges, így a ti segítségetekkel, akkor egy dislike-ot ide nyomni erre a videóra. És egy hetünk van. Egy hetet adtam magamnak, vagy magunknak, hogy megnézzük, hogy egy hét alatt hány dislike-ot fogunk tudni elérni. Én nagyon remélem, hogy legalább az 5000-et egy hét alatt el fogjuk tudni érni, hogy mi fog történni, fogalmam nincsen. Szerintetek mi fog történni, hogy elérjük az 5000 dislike-ot? Letörli a YouTube a videót? Nem biztos, hogy letörli, nem? Fogalmam nincsen. Vagy valaki csinált már ilyet egyáltalán Magyarországon, hogyha igen, akkor írjátok meg a videó alá, hogy mennyi volt a rekord. Tehát mennyi dislike-ot kapott ez az ember, vagy ez a videó, és én ezt meg szeretném dönteni ezzel a videóval. Én nem tudom miért, de rettentő, izgatott vagyok, komolyan mondom, mindenki általában ugye like-ot szeretne a videóra, úgy, ahogy én is, mindenki like-ot akar. Tehát minél több like-ot kapsz, ugye annál jobb kedved lesz, hogy tudod, hogy valami jót csináltál, de mi van akkor, hogyha dislike-ot kapsz? Dislike-ot senki nem szereti. De ezzel a videóval, és az a cél, hogy minél több dislike-ot kapjunk, komolyan mondom, egy kicsit olyan fura megzavaros, de na minden, majd kiderül. Tehát, hogyha részt szeretnél venni a nyereményjátékban, ugyanis gondoltam, hogy lesz nyereményjáték, ugyanis a héten nem tudom, hogy miért, de rettentő sokan kértétek tőlem, hogy ne küldenék nektek egy képeslapot. Mindenkinek nem tudok ugye küldeni képeslapot, de gondoltam, hogy három embernek küldök. Tehát, hogyha részt szeretnél venni a játékban, semmi más nem kell tenned, mint nyomni egy dislike-ot, nem like-ot, egy dislike-ot, egy nem szeretést erre a videóra, és kommentálni ide a videó alá valamit. Mindegy, hogy micsodát, megírhatod, hogy milyen volt a napod, milyen lesz a holnapod, mit csináltál tegnap, mit csinálsz holnap, mit gondolsz a csatornáról, vagy rólam, vagy akárkiről, tehát mindegy, hogy mit írsz, hogy süt a nap, esik az eső, csak valamit írjál ide a videó alá, és nyomjál egy nem szeretést, egy dislike-ot. A sorslás egy hét múlva lesz, ugyanis meg fogjuk nézni, hogy egy hét alatt hány dislike-ot kaptunk, vagy értünk el, és hogy egyáltalán döntöttünk-e rekordot, vagy felállítunk egy rekordot. Fogalmam nincs, van rekord, vagy nincs rekord? Lehet, hogy ennek utána kéne nézni. Valakinek van valami ötlete, vagy tudja, hogy mi a rekord, ide a videó alá írjátok meg. Hogy csak nem törli a YouTube a videót, mert annyit elértünk, hogy bár nem hiszem, hogy letörli, tehát szerintem ennek semmi köze hozzá. Na minden, majd meglátjuk. Most nem más fogunk csinálni, mint gyorsan iszok egyet, megnézzük, mit csinál a Davis, ugyanis nemrég ébredt fel. Aztán még majdnem, hogy van 10 percünk, hogy mihez, majd mindjárt el is árulom. Körülbelül egy perc, de mire léptem rá? A bázra? Oda nézd, látod? Ujja, hol van ez a nagy báz? Ott, itt van, látod? Itt van a báz! Alig bírom átadni, ő a nagy. Még mindig van körülbelül majdnem egy percünk, komolyan mondom, hogy mihez, nem tudom, hogy tudjátok-e vagy nem, de pontosan, percre pontosan,
egy hete töltöttem fel ezt a videót. Ha elérjük az 5000 lájkot, ugye, akkor minden nap lesz videó 6 hónapon keresztül. Percre pontosan, másodperc pontosan, most megnézzük, hogy hol áll a számláló. Hogy lerakom most a kamerát, osztam a telefonomat, ugyanis ezen jobban meg tudom nézni, hogy hányan nyomtatok rá a lájkra, és nézzük az, nem az eredményhirdetést, hogy hány lájkot kaptunk. Várjál, itt vagyok bent a Lukasznak a szobájában, aki nem sokára jön haza az iskolából. Az első nap az iskolába 5-es lett a Lukasz, és vége a nyári szünetnek, ment vissza az iskolába ma. Egész pontosan nem sokára jön haza, és most még nincs vége az iskolában, nem sokára vége lesz ma. Úgyhogy nyitom a telefonomat, töltöm a videót, és a számláló, a lájk, komolyan mondom, rettentő közel voltunk hozzá. Mutatom neked, nem tudom, lehet-e látni vagy nem. Egész pontosan, egy hét alatt, persze pontosan, másodperc pontosan, 4835 lájkot kaptunk. 4835, az életben nem kaptam szerintem én még ennyi lájkot, amire én emlékeznék, meg biztos, hogy emlékeznék. Ez a legtöbb, komolyan mondom. Tehát majdnem elértük. Mondtam, hogy ha elérjük az 5000 lájkot azon a videón, egy hetünk van rá, akkor folyamatosan 6 hónapon keresztül minden nap lesz videó. Sajnos nem értük el, de azt mondtam, hogy ha elérjük ugye a 3000-et, akkor nem más lesz, mint a 3000-et, hogy elértük. Még túlléptük a 4000-et is. Azt mondtam, hogy ha elérjük a 3000-et, akkor folyamatosan minden nap egy hónapon keresztül lesz videó. Úgyhogy most folyamatosan minden nap lesz videó egy minimum egy hónapon keresztül, ugyanis túlléptük a 3000-et, de az 5000-et nem értük el. Lényeg az, hogy minimum egy hónapig folyamatosan lesz videó. Nem mától, nem holnaptól, hanem szombattól. Ugyanis gondolkoztam rajta, hogy feltöltöm ezt a videót, ugyanis ez a mai videó. De ez a videó ma fel fog menni. Tehát ma nálunk is hétfő van, csak mi előrébb vagyunk az időben jelenleg 9 órával. És fel fogom tölteni. Azért akartam ezt ma így megosztani, mert mondtam, hogy egy hét, ugye egy hetünk van rá, és mindenki lássa, hogy mennyit értünk el. Úgyhogy szombattól minden egyes nap minimum egy hónapig lesz videó. Kivéve péntekenként, valószínű, hogy egy napot tartok, mikor nem lesz videó, mert lehet, hogy túl sok vagy. Majd meglátjuk. Úgyhogy most megnézzük, megvárjuk a Lukaszt, megkérdezzük, milyen volt a legelső napja az 5. osztályba, aztán ebédelünk, és kimegyek, lefényképezem a hajót, a csónakot. Ugyanis valószínű, hogy eladásra megy, és fel fogom tenni, majd meglátjátok, majd megmutatom neked. Jelenleg furujáznak. Nem tudom, nagyon túl jól tudnak játszani. Na! Kinyitunk! Kérdés! Első kérdés, ami mindenki kíváncsi rá, legalábbis én biztos. Milyen volt az első nap az 5. osztályban? Milyen az új tanárnéni? Jó! Milyenek az új osztálytársak? Jó! Megvan annak régi barátok is, vagy új barátok van? Új. Ugyanis összekeverték mondtad, őket. Ilyen... Gondolom, hogy mondtad, van a régi barátod. Mit? A focus, a guitar. I know. De szépen tudsz játszani. Do that again? Menjünk vissza az iskolához, ugyanis ilyenkor az osztályt összekeverik, tehát minden évben, ugye? A gyerekeket összekeverik, majd úgy keverik össze, hogy ide-oda rakják, tehát ha eddig a C-be jártál, lehet, hogy most a B-be fogsz. És... Nem, én voltam az S-be, mostan is vagyok az S-be. Ja, te igen, de több gyerek egy pár nem, tehát valaki ott marad az osztályban, de valaki elmegy. A Lukasznak a legtöbb barátja az ott maradt a te osztályban, ugye? Ja. Akkor jó volt az első nap az 5. Ja, nagyon jó. Az nagyon jó. Héten amúgy indul az úszás, indul az úszás. Ugye? Jövő héten azt mondtad? Nem, 3-ba. Mi az, hogy 3-ba? 3 hét múlva? Nem, a 3. hétben. A 3. hétben, jó, 3 hét múlva. Na minden. Akkor 3 hét múlva indul az úszás, és 3 hét múlva, a 3. hétben. Úgyhogy, most nem más csinálok, mint gyorsan kimegyek, lefényképezzem a csónakot, és felteszem eladásra.
vagyok, készítettem pár fényképet, meg kiúzogattam azt a gazos részt, azt mondom, hogy ki kell jobban vágni ezt a fás részt, és múltkor volt egy kis fiar, és puff, kidöntötte őket. Úgyhogy most nem más csinálok, gyorsan bemegyek, megszerkeztem ezt a videót, felteszem a csónakot az internetre ugye eladásra, és veszek, adok mindig csónakot, úgyhogy gondoltam, hogy most ezt eladjuk, aztán ma nézzünk valami másikat, kisebbet, nagyobbat, valószínűleg kicsit nagyobbat, a legjobb ilyen méretű, ma meglátjuk. Mára ennyit, mindenkinek további szép napot, napot, jó estét, szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani, sziasztok!